Mindenható Atyám, köszönjük neked az életünket is, hálásak vagyunk ezért az új reggelért, ezért az új napért, amit együtt eltölthetünk. Köszönjük, hogy összegyűltünk itt a gyülekezetben, hogy téged emeljük fel, és téged dicsőítsük. Arra kérünk téged, hogy legyen kedves előtted ez a mai alkalom, legyen kedves előtted minden egyes ének, amelyet éneklünk, legyen kedves az élő ige, amely szól ezen a mai napon, és vágyunk arra, Uram, hogy formálódjunk, erősödjünk, fejlődjünk a te szereteted által, a te nagy neved dicsőségére, Jézus. Amen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntem benneteket, testvéreim, újra itt az Isten tiszteleti alkalmon. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit is, hiszem azt, hogy Isten kegyelméből együtt, Isten szeretetében fel tudunk üdülni, fel tudunk frissülni ezen a mai délőttől is. Kérem benneteket, álljunk fel, és emeljük fel együtt Istennek a nevét egy néhány dicsőítő énekkel. Yeah.
kérlek, jöjj közénk. Jöjj a te lelkeddel, a te keneteddel. Köszönjük, hogy itt vagy jelen. Köszönjük, hogy minden gátat átszakít a trónról jövő folyó. Köszönöm, hogy minden tenger, minden élőlény begyógyít ez a drága folyó. Úr Jézus, így állom most előtte. Te gyógyíts be a mi szíveinket, lelkeinket, testünket. Úr Jézus, vágyunk rád. Akarunk gyönyörködni benned. Oly csodás és végtelen vagy. Halleluja. Dicsőség. Yeah.
téged, te leggyönyörűbb lény. És méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged. Méltó vagy arra, hogy fölemeljük a te nevedet. Jézus, így fejeződik be a Biblia mondatai, így fejeződnek be. Aki szomjazik, az jöjjön hozzám és igyék. És vegye az élő vizet ingyen. Ezért a vízért vagyunk most itt, Jézus. Ezért a vízért. Ingyen adott nekünk, nem kell érte tennünk semmit. Ingyen kapjuk az élő vizet. Töltsd meg bennünket, Jézus. Megnyitjuk a szíveinket, megnyitjuk a szánkat, a bensőket, és töltsd meg a te jelenléteddel, a te lényeddel. Gyönyörű vagy, Jézus. Te vagy a vőlegény, és mi a mennyasszony. Akarunk készülni a bárány mennyegzőjére. Legyél velünk magra, és kent föl az igét, ami szól hozzá. Ami megtölt bennünket élettel, kent föl az igét, amit a pásztor szívére helyeztél, hogy adj át nekünk, és ennek a városnak, mindazoknak, akik néznek bennünket most, hallják meg az igét, hallják meg az evangéliumot, hallják meg azt, hogy Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom, menjen is földön, és nekünk is ma délelőtt, és holnap után, és a világ végezetéig mindig. Isten királyi trónjánál.
Sziklaszilárdon álljon a biztos alapon, amely te magad vagy, Uram. Akarunk hozzád ragaszkodni, és akarunk téged teljes szívünkből szeretni, akarunk neked engedelmeskedni, akarjuk megérteni, meghallani és megcselekedni mindazt, amit mondasz nekünk. És vágyom arra, hogy őrizd meg bennünket a te szereteted által. Kérlek, Uram, hajolj le a mi betegeinkhez, segítsd őket és támogasd, és vágyom arra, hogy vegyen egy teljes gyógyulást a te neved dicsőségére, Uram. Bármilyen kór pusztítja az ő testüket, bármilyen betegségben is vannak. Érítsd meg őket, Uram, most ott, ahol vannak, az ő otthonukban, vagy akár itt. Érítsd meg őket, Uram, és adj neki teljes gyógyulást, adj teljes helyreállást, mert te vagy a mi gyógyító, szabadító Istenünk. Legyen áldva ezért a nagy neved, Jézus. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek! Tehát még egyszer szeretettel köszöntek benneteket, testvérek, az Úr Jézus Krisztus nevében. Az elmúlt hét vasárnapján arról beszéltem, hogy milyenek a szolgálati ajándékok, és most is emberekről fogok beszélni. De mielőtt az igére rátérni, csak szeretnék egy kicsit beszélni a megfelelő egymáshoz állásról, vagy megfelelő hozzáállásról egymás felé. Tudjátok, amikor elindult ez a Covid hullám lassan már egy évvel ezelőtt, akkor olyan szokatlan és fura volt megtapasztalni azt, hogy mennyire elhatalmasodik az embereken a félelem, illetve mennyire alakulnak a távolságtartások. Az emberek távolságot tartanak akár a szeretteikkel, és nem mennek egymásnak köszönni, nem mennek egymást megölelni. És ez nagyon gyorsan végig söpört az országon. Sokan ki nem mertek jönni a házukból. Aztán megláttuk, hogy hogyan, miként lehet ezzel az egészen együtt élni. Megnyugodtunk egy picit. De utána eljött most ez az oltásos téma, és itt sokan kérdezték tőlem, hogy akkor most lehet-e felvenni az oltást, nem lehet-e felvenni az oltást, mit jelent ez, hogy jelent, és erről szeretnék egy picit beszélni, mert azt látom, hogy az oltással kapcsolatosan is nagyjából úgy, hogy ezek a dolgok alakulnak ki, hogy az emberekben nagyon sok félelem van, illetve az emberek megint csak távolságot tartanak egymással. Ha én oltáspárti vagyok, akkor azért vannak, akik nem szeretnek. Ha oltáselletes vagyok, akkor azért vannak, akik nem szeretnek. Tehát nagyjából mindegy, hogy van rajta a sapka, vagy nincs, ahogy szokták a vízben is mondani. Lesznek emberek, akik furcsa szemmel néznek egymásra, és én azt gondolom, hogy elsődlegesen nekünk erről kell egy picit beszélnünk, hogy hogyan álljunk egymáshoz. Én nem vagyok oltásellenes, nem vagyok oltáspárti, de nagyon-nagyon az élet oldalán állok, és nagyon vágyom azt, hogy Isten gyermekei
azok tanulják meg egymást tiszta szívből őszintén szeretni, és ne engedjük, hogy a félelem uraljon bennünket, ne engedjük azt, hogy emberek közénk álljanak mindenféle akadályok, mert ő így gondolkozik, én meg úgy gondolkozok, hanem kell, hogy egymást tudjuk tiszteletben tartani, egymást szeretni. És van egy néhány kérdés, tudjátok, felmerült a kérdés, mondták azt, hogy csipet raknak bele, és az emberek le lesznek kódolva, az 5G, meg stb. Ezzel működik, megy. De tudjátok, én nem vagyok egy nagy szakértője ezeknek a témáknak, de azt látom, hogy egy ampullában 6-7 embernek is tudnak adni, tehát hogy tudják kiválasztani azt, hogy melyik embernek melyik csipűz, vagy stb. Ezt nem igazán tudom. Meg igazából nincsen szükség semmi csipre, mert minden embernél ott van a mobiltelefonja, amiben van csip, ami lehallgat bennünket, ami megfigyel bennünket, tehát ez már régen működik. És mégis nem látom azt, hogy dobjuk el a telefont, hullám indulna be az emberek között, hanem ezen a telefonon olvassák azokat a híreket, amelyek próbálnak embereket megfélemlíteni. Tehát az, hogy van egy kontroll az életünkben, ez kétségtelen, ez nyilvánvaló. És ezt a kontrollt az emberek akarják és vágyják. Sőt, százezeket fizetnek, hogy a legújabb technológiai kontrollal figyeljenek meg bennünket. Az emberek így gondolkoznak, és tudjátok, sokszor igyekszünk félni, meg aggódni. Másik az, hogy módosítja a génrendszerünket ez az oltás. Sokféle oltás van, megint csak nem akarok belemenni, mert egyáltalán nem az én szakterületem. Én ahogy próbáltam utána olvasni, azt láttam, hogy ez nem nagyon megy ennek, hogy mert néhány nap alatt lebomlik ez a vegyi anyag, ami bekerül a szervezetünkbe. Viszont nem kell ahhoz semmilyen injekció, hogy az ember szennyezze a szervezetét, mert azt látom, hogy annyi étellel, annyi szenvedélybetegséggel szennyezünk folyamatosan a szervezetünket, hogy egészen jó meg vagyunk mi a vírus, meg az oltás nélkül is ahhoz, hogy tönkretegyük magunkat, tönkretegyük az egészségünket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy oda kell figyelni, akár különböző gyógyszerek, amiket beszedünk. Éppen múltkor hallgattam egy úri embert, hogy reggelente egy mari gyógyszert bevesz, úgyhogy délőtt nem is szokott reggelizni, mert ebédig el van ezen a néhány gyógyszerrel. Nagyon sok ember a gyógyszereken él. És azt gondolja, hogy majd a gyógyszerek megoldást fognak adni, és bizonyos teljesen igaz, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek hatásosak és szükségesek. De nagyon sok gyógyszer azért, hogy az emberek megnyugodjanak. Ha beveszik a gyógyszert, akkor jól lesznek. És tudjátok, itt van a legnagyobb probléma, amivel szennyezzük magunkat, az a félelem, a stressz, azok a különböző érzések, amelyek észre se veszünk, hogy teszik tönkre az egészségünket is. A fizikális egészségünket. És az, hogy most ez a vírus jön, vagy nem jön, merre megy, nem nagyon tudjuk befolyásolni. Felveszünk ezt a maszkot, vagy feltöltjük a kezünket, betartjuk ezeket a szabályokat, aztán nagyjából ennyi, amit most tudunk tenni. De viszont, hogy elengedjük a félelmet, hogy megtanuljuk az élő Istenben bízni, hogy ne stresszeljük magunkat folyamatosan, ez rajtunk áll, nem máson. A hírek azok folyamatosan fognak jönni. Teljesen mindegy, melyik csatornára kapcsolsz, a híreket hallgatsz, legalább 10-15 Covid információt fogsz hallani, hogy hányan haltak meg, hányan fertőzöttek meg, hányan vannak lélegeztetőgépen, jönnek az új oltások, kevés van, hol lesz, mint lesz. Folyamatosan erről szólnak a hírek, de nekünk Isten gyermekének meg kell tanulnunk békességben élni, akár egy vírussal együtt békességben élni, és imádkozni, hogy az Úr őrizzen meg bennünket. Hogyha valaki beleesik, akkor tudjon keresztül menni rajta, és tudjuk meg egymást megtanulni, tisztelni, szeretni. Hogyha valaki beoltatja magát, tudjuk szeretni és elfogadni őt. Ha valaki nem oltatja be magát, akkor tudjátok, ez amit a Pál mond, ha valaki eszik, az Úrért eszik, ha valaki nem eszik, az Úrért nem eszik. Ha valaki a szombatot tartja, ha valaki a vasárnapot tartja, az Úrért tartja. Meg kell tudnunk tanulni egymást tisztelni, testvéreim is. Én azt gondolom, hogy ez még nem a fenevadnak a bélyege, ez az oltás. Ha tévedek, akkor majd jelezzétek is, fogok korrigálni. De azt gondolom, hogy ez nem a fenevad bélyege. Itt lesz egy ideológiai döntés is. Nem lehet véletlenül a sátánt imádni. Nem lehet véletlenül a sátán rabszolgájába válni. Ez egy ideológiai döntés is lesz, amikor az emberek őt választják, amikor az emberek mellette fognak dönteni. És csak még egy gondolat, amikor azt hiszem a 6. trombita megszólal, a jelenések könyve, most azzal foglalkoztunk, akkor van egy igazából nagy csapás, az emberek egyharmada meghal, az több mint 2 milliárd ember. Nem sokára közel 3 milliárd ember lesz, ami meg fog halni egyetlen csapásra. Az már kifejezetten érezhető lesz mindenki számára. Minden egyes élet számít, és nagyon szörnyű, meghal egy, 5-10-100 ember, de milliárdokhoz képest nagyon nagyok a különbségek. És tudjátok, a legszörnyűbb ebben az egészben, hogy az emberek, amikor látni fogják ezeket a csapásokat, azt olvasjuk, hogy a szívük meg fog még inkább keményedni, fogják a hamis isteneket, a hamis bálványokat imádni, és az élő Istent fogják támadni. Ez lesz az igazán nagy probléma, ami felé haladunk, és amire készül a világ, mert azt gondolom, hogy van igen egy komplex terv,
ami elindult már évezredekkel ezelőtt, és ezt nem emberek indították el, hanem a lelkünknek az ellensége az ördög, akinek a terve az, hogy Isten munkáját megrontsa, akinek a terve az, hogy az emberek elpusztuljanak, sőt, ha lehet, ők pusztítsák egymást. Isten viszont azért küldte az ő fiát, hogy az embereknek örök élete lehessen. És nekünk ez nagyon fontos megtanulni, hogy mi ne legyünk eszközök az ördög kezében. Épp elég ember dolgozik azon, hogy megvalósítsa az ördög terveit. Mi akarjuk az Úrnak a terveit megvalósulni, mert akár tetszik, akár nem, bárki bármit mondhat, Isten tervei fognak megvalósulni. Egy pontos menetrend szerint. Akármennyire igyekszik az ördög, akármennyi embert állít maga mellé, Isten terve valósul meg, és ő fog győzni ebben a háborúban. Ez nem kétség, itt nem kell fogadni erre, meg különböző százalékos arányokkal, mert az ördögnek 0% esélye van az Úr ellen győzni. Tehát érdemes a győztes mellé állni, érdemes Istent követni, és érdemes felkészülnünk mindannyiunknak, hogy olyan emberek legyünk, akik terve vagyunk Istennek a szent lelkével, akik megéljük a hétköznapjainkban is azt, hogy Isten az, aki megőriz bennünket, ő az, aki véd minket, és nem félünk, nem ellenségeskedünk, nem bántjuk egymást, hanem engedjük, hogy Isten szeretete tudjon rajtunk keresztül munkálkodni, és rajtunk keresztül másokra kiáradni. És nem véletlenül foglalkozunk mostanában ezekkel a dolgokkal, hogy mit jelentenek a szellemi ajándékok, mit jelentenek Istennek az ajándékai, mert hiszem azt, hogy Isten gyülekezete kell, hogy tele legyen Istennek az ajándékaival. Hogy tudja bemutatni Istennek a hatalmát, Istennek az erejét ebben a jelen való világban. De érdekes, az elmúlt alkalommal is, amikor a szolgált ajándékokról beszéltem, ott is inkább emberekről, karakterekről beszéltem, és itt is meglátjuk a 1 Korintus 12.1-ben, olvasjuk, azt mondja, a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiúk, tudatlanok legyetek. Itt rögtön azt olvassuk, itt lelki ajándékok, az ajándékok zárójelben van, nem tudom, a kivetítésben is. Igen, ez azért van, mert a fordítók rakták hozzá, hogy értelmezzék. De a pneumatikus nevű szó az nem tárgyra, hanem személyre vonatkoztatott inkább. Tehát inkább azt nem azt mondani, hogy a szellemi emberekre, vagy a lelki emberekre. Most nem fog megint belemenni, hogy mit jelent a szellemi, mert mit jelent a lelki. A görög nyelvben egyértelműen elkülönül a szellem, elkülönül a lélek. És a magyar nyelvben, amikor Károlyék fordították a Bibliát, akkor eléggé pejoratív értelme volt a szellemnek, ezért mindegyiket léleknek fordították, de különböző szavak is. Igazából én ebben nem akarok teológiai vitát nyitni. A lényeg az, hogy akár lelkiről, akár szellemiről beszélünk, tudjuk a jót érteni, akár a Szent Lélekről, akár a Szent Szellemről beszélünk, tudjuk azt, hogy kiről beszélünk, és nem annyira a megnevezés, ami számít, hanem sokkal inkább az egésznek a jelentés tartalma. Tehát, ha szeretnénk lelki vagy szellemi emberek lenni, kinek hogy tetszik, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amit vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki nem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek a kijelentése. Tehát kik azok az emberek, akik igazán szellemi emberek? A gyülekezetekben nagyon szeretjük, hogyha bennünket annak tartanak. Mert azt gondoljuk, hogy ezzel egy másik kategóriába kerülünk. Én egy szellemi ember vagyok. Én, mit tudom én, Pintér Bélán keresztül tértem meg. Vagy engem Cseri Kálmán térített meg, amikor elhívott az Úr, és lehetne sorolni, és azt gondoljuk, hogy ha valami úgymond nagy ember térített meg, akkor mi magasabb szinten vagyunk, mint a többiek. Páliknál is ugyanez volt, van, aki azt mondta, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok. Sőt, voltak, azt mondták, hogy egyenesen én Krisztusé vagyok. Egyik lelkésztársa azt mondta, hogy ezek a legveszélyesebb emberek, akik senkihez nem tartoznak, hanem ők közvetlenül őket összeköttetésben vannak Istennel. Testvérek, az az igazság, hogy Krisztus egy testé formált bennünket, és ennek a testnek mindannyian részei vagyunk. És ilyen értelemben mindannyian Krisztusé vagyunk, és nem az számít, hogy én ki által, vagy milyen módon találtam meg az Urat, hanem azt számít, hogy ennek a testnek a része vagyok. És nem az számít, testvéreim, hogy nekem milyen identitásom van, bár nagyon fontos az identitás. Nagy ajándék az, hogy Magyarországon élhetünk is, magyarok lehetünk is. Szerintem semmi egészségtelen nincs egy megfelelő nacionalizmusban, hogyha ez egészséges módon működik. Semmi baj nincs, hogyha az ember hálás azért, hogy működik, gyülekezetbe jár, vagy éppen reformátusba, vagy baptista, vagy másikba. Ez egy egészséges identitásnak a része lehet, csak ne legyen ebből káros. Ne legyen az, ami esetleg Németországban kialakult a II. Világháború előtt, hogy túlzárva vitték az identitásukat is. Persze, hogy hú, nácik is, így beszélünk ezekről a dolgokról. De vajon mi nem vagyunk sokszor ilyen, azt gondoljuk, hogy jó, a többiek is fontosak, de azért egy kicsit külön vagyunk, mint a többiek.
én azért értékesebb vagyok. Tehát olyan ajándékaim vannak, amelyek arra rendelnek el engem, hogy én vezetője legyek egy közösségnek. Én nem egy átlagos tag vagyok. Én vagyok a próféta, a pásztor, a tanító is lehetne sorolni. Én vagyok a szellemi ember. És ez a történet folyamán többször látjuk, hogy kialakult, hogy voltak emberek, akik többnek, nagyobbnak gondolták magukat, és lehet, hogy még okuk is volt rá, és akkor létrejött az, hogy vannak laikus emberek, meg vannak klérikus. És eljutottak egészen odáig, hogy a felkelt emberek nélkül a laikus emberek nem kerülhetnek oda Isten áldásához, nem vehetnek úrvacsorát, nem élhetnek meg közösséget, sőt, ha Isten ember nem imádkozik érted, akkor még csak az ima meghallgatás sem fog megtörténni. Nagyon sok esetben ezt látjuk, hogy többször volt már a történet folyamán, jelenleg is vannak olyan emberek, azt gondolják, hogy ha ők imádkoznak, az egészen más. Vagy van egy olyan gyülekezet, ahol mondták, hogy tudunk érted imádkozni a beteg vagy, de hogyha adakozol előtte, akkor még hatékonyabb lesz az imádság. És engem ezek néha nevettetnek, néha meg felháborítanak, mert Isten gyermekei azok nem ilyenek. A szellemi emberek, az igazán lelki emberek azok nem ilyenek. Azok nem a saját hasznukat keresik, hanem az élő Istennel foglalkoznak, és akarnak Istennek az útján járni, és akarják őt megírni, megérinteni, és ragaszkodni hozzá. Tudjátok, Pál apostol mondja azt az Apcsolják 20-24-ben, én semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégeztessem az én futásomat örömmel. És azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Vagy szintén Pál mondja a Filippi 3:7-ben, hogy amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem. Sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Az igazán szellemi ember számára a legfontosabb Krisztus. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Tudjátok, amikor mondja itt az ige, hogy tudtok rá adom nektek, hogy senki, ha Istenet elkelt a szó, nem mondja Jézust átkozottnak, nem tudom, gondolkoztatok már ezzel, hogy ez mit jelent. Az első keresztények idejében, nagyon sok esetben, amikor elkezdték küldözni a keresztényeket, akkor volt egy megoldás, hogy ne öljék őket meg, hogy hajlandó megtagadni Krisztust, ha hajlandó megátkozni Krisztust, vagy felesküdni egy másik királynak, vagy másik Istennek, akkor életben maradhat. Ennyit kellett tenni, hogy megátkozza Krisztust, és nem volt semmi gond. De akiben Isten lelke volt, az ezt nem tudta megtenni. Akármennyire félt a haláltól, akármennyire félt a családtagjai halálától, egy istenfélő ember az ragaszkodott Istenhez, ragaszkodott Istennek a kegyelméhez. És ha mi igazán szellemi emberek vagyunk testvéreim, akkor amikor jönnek a próbák, jönnek a nehézségek, akkor megmutatkozik az, hogy vajon milyen lélek lakozik bennünk. Amikor feszültségek, amikor problémák érnek, akkor kibukik az, hogy vajon én tényleg szellemi ember vagyok, vagy testi keresztény vagyok, és testi módon reagálok. Amikor jönnek a próbák, azok megpróbálnak bennünket. És vajon hányszor van az, hogy elbukunk? Nekem nagyon sokszor fordult már elő az, hogy nem megfelelően reagáltam. És mondhatnám azt nagyképpen, hogy hát régen még ilyen voltam. Évtizedekkel ezelőtt, ha nagyon megelőzhetem az agyam, emlékszem még, hogy milyen volt a bűnöket elkövetni, de sajnos ez nem így van. Elég friss emlékeim vannak, hogy milyen az, amikor az ember hibázik. Friss emlékeim vannak, hogy milyen az, amikor az ember nem megfelelően reagál, és ezzel nincs más esélyünk, mint hogy az Isten kegyelmét kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, és engedjen a terheinket, hogy tudjunk felszabadulni. Tudjátok, sokszor, ha már valamilyen szolgáló vagy, de nem is kell szolgálók lenni, keresztény vagy, az emberek másképp tekintenek rád. Azt gondolják, hogy neked másnak kell lenni. Amikor az iskolában puskáztam, szakközépiskolában, osztálytársai tudták, hogy egy hívőnek nem lenne szabad ilyet csinálni. Persze ők is puskáztak, de az nem számít. A hívőnek ilyet nem szabad csinálni. Egy lelkész nem beszélhet így, nem viselkedhet így. És lehetne sorolni, sorolni, de emberek vagyunk testvéreim, és egyáltalán nem mentegetni akarom magamat, hanem arról akarok beszélni, hogy mindannyian Krisztus képviseljük ezen a földön, és ez kell, hogy rajtuk meglátszon. És ha észreveszek valamit, ami helytelen az életemben, akkor akarok változtatni, akarok korrigálni, nem akarok bele tokozódni a nyomorúságban, megszokni a hülyeséget, hanem akarok Isten útján járni, előre haladni, fejlődni, és akarom elhagyni a rossz dolgaimat. Pál apostol azt mondja, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem. Nem az számít, hogy becsülnek-e az emberek. Nem is számít, hogy egy népszerűség indexen milyen magas pozíciót töltök be. Ez lényegtelen. A lényeg az, hogy ezt a feladatot, amelyet Isten rám bízott, azt végezzem el. Még akkor is, ha ellenségesen bánnak velem. Ezért mondta a Pál, még az életem sem drága nekem, és nem csak dumált erről, nem csak beszélt, hanem bemutatta azt. Hajlandó volt többször akár megkövezést, akár
ostorozást, vagy akár hajótörést elszenvedni Krisztusért. És mindig az volt a személy előtt, hogy szolgálja az Urat. Tudjátok, neki hónapokban telt egy olyan utazás, ami nekünk 2 óra alatt megvan. És mégis be tudta járni az akkor ismert egész világot, és hirdette az evangéliumot, éveket töltött egy helyen, hogy megalapozzon egy-egy gyülekezetet, és az élete az Istenről szólt. Az élete Krisztus mutatta be. A hagyomány úgy tartja, hogy Rómában lefejezték és meghalt, hogy egy trónra láthat Krisztusért. Tényleg nem volt drága számára az ő élete, csak hogy Krisztust megnyerje. Azok, amelyek nekem egykor nyereségek voltam, azokat kárnak, és szemétnek ítéltem. És tudjátok, mi nagyon-nagyon szeretnénk az Urat, nagyon szeretnénk a mennyországba menni, de úgy, hogy minden földi gazdagságunk is megmaradjon. Mi nem akarjuk kárnak és szemétnek ítélni azokat a dolgokat, amelyek hasznosak. Van egy ilyen guberáló kor, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezze, amikor az emberek mindent gyűjtögetnek, összegyűjtenek. És van, gondoljuk azt, hogy jó lesz, néha engem is próbált már elkapni, de van egy kedves feleségem, aki segített be, hogy ne gyűjtögessek annyit, mert az ember minden lomot összeszedne, hogy hát, hogy jó lesz valamire. És azért gondolkoztam el, az édesapám is szeretett összegyűjtögetni dolgokat, és anyukám, amikor apa elment valamire dolgozni, az egyik hétvégén elmentünk a... Van egy ilyen külső fészer, annak egy padlása is, hogy kirámoljunk onnan vasulladékokat, és hát nem tudom, legalább 15 éve nem volt már Warburgunk, de volt még 4 Warburg ajtó, hogy hát meg az, vagy valamire. Nem tudom, hogy miért, ezeket mind elvittük a mélybe, de sokszor vagyunk ilyenek, hogy félrepakolunk dolgokat, hogy erre még szükségem lehet. És tudjátok, a lelki életünkben is sokszor ilyenek vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy erre nekem még szükségem van, és nem merem a biztos dolgokat elengedni, nem merek a bizonytalanba belelépni, mert én úgy érzem magam nyugodtan, hogyha például maradok Kecskeméten, nem megyek el másfelé. Én úgy érzem magam nyugodtan, hogyha ebben a szolgálatban vagyok, nem próbálom ki magam másban, mert ki tudja, mi fog történni, lehet, hogy csalódás fog érni. Lehet, hogy emberek ki fognak nevetni, és az emberek sokszor inkább ragaszkodnak a régi dolgokhoz. Pál apostol nem a saját tudásában bízott, nem a saját eszében, nem a saját megszokott dolgaiban, hanem hajlandó volt újabb és újabb kihívásoknak felvetni magát, és újra megpróbáltatni magát, hogy vajon az ő szíve Krisztussal milyen állapotban van. És így hiszen testvérem, hogy nekünk erre van szükségünk, hogy újra és újra vizsgáljuk meg magunkat. Figyeljük meg magunkat, hogy milyen állapotban van az én szívem. Vágyjuk arra, hogy Isten szent lelke munkálkodjon közöttünk. Vágyjuk arra, és joggal vágyunk arra, hogy Isten szent lelke kiáradjon közöttünk. De tudjátok, amikor szellemi emberek vagyunk, ez soha nem az ajándékokon fog megmutatkozni, hanem a gyümölcsökön. Az ajándékok azok mindig Krisztus dicsérik. Erről sokszor beszéltem már nektek. Az ajándékok azok mindig az ajándékozó dicsérik. Az ő bőkezűségét, az ő nagy lelkűségét. És az, hogy Isten ajándékokat ad olyan embereknek, mint mi, ránk bízza az evangéliumot, ez sokszor azt gondolhatnánk, hogy felelőtlenség magunkat ismerve, de inkább nagy lelkűség. Az ő szeretetéről beszél, hogy ilyen egyszerű gyarló emberek, mint mi vagyunk, használhatjuk Istennek a hatalmát. Istennek az erejével élhetünk. És ez kell, hogy bennünket elkezdjen formálni. És kell, hogy elkezdjen a jellemünk változni. És nézhetek ti bármilyen hangzatosan, nagyon jó prédikáló testvért, aki rendkívül erővel prédikál, jelek és csodák történnek az ő szolgálatán keresztül, de engem soha nem ez érdekel, mert az Istenről beszél. Ha egy emberre vagyok kíváncsi, az érdekel, hogy milyen a jelleme. Hogyan viselkedik otthon a családjával? Hogyan beszél a gyerekeivel, a feleségével, vagy épp a férjével? Egy-egy vállalkozásban becsületese, vagy becsapja a másikat. Ezek olyan kérdések, amelyek nem mindig tűnnek fel, nem mindig vesszük észre, de ez az, amit rólunk beszél, testvéreim, amikor én változok. Amikor már régen főnöknek, vezetőnek kell lennem, és nem veszik észre, de én akkor is tudok alázatos maradni. És ha végig csak szolgálmi módon fogok végezni munkát, sose fognak felemelni, én akkor is hűséges vagyok. Én akkor is kitartok. Amikor nem megfelelő módon, nem méltón szólnak hozzám, nem méltó módon bánnak velem, én akkor is Krisztust akarom szolgálni, és nem érdekel. Kárnak és szemétnek ítélem ezeket a dolgokat. Nem foglalkozok ezzel. És amikor jönnek az ajándékok és növesztenek a gyülekezetben, én nem vágyom és nem akarom azt, hogy egy-egy ember kiemelkedje, hogy ott ül egy prófita, ott az apostol, hanem mi mindannyian Krisztusnak a gyermekei vagyunk. Az van leírva az igében, az Efézus 4.16-ban, ezt a múlt alkalommal olvastam, akiből az egész test szép rendben egyben akartatván, egyben szerkesztetvén, az ő segítségére minden kapcsolival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését, a maga fölépítésére szeretetben. Minden egyes tagnak a mértéke szerint. Különböző ajándékaink vannak, különböző erejű, hatású ajándékaink vannak, de mindegyikre szükség van Krisztusnak a testében.
És így tudunk szellemi emberekké válni. Így tudunk növekedni, erősödni, kiteljesedni Isten kegyelme által. És erre kell, hogy vágyjunk, testvéreim. Ne arra, hogy én külön legyek a többieknél, hanem az összes többi ember tartsa magamnál különnek. Akarjak szolga lenni. Jézus olyan sokszor mondta, és nem véletlenül beszélt arról, hogy ha valaki nagy akar közöttetek lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A mai világ ezzel teljesen szembe megy. Mindenki akar valaki lenni, mindenki akar fontos lenni, és elég, ha csinálsz egy jó kis YouTube csatornát, elég sok ökölködést csinálsz rajta, és az emberek már szeretni fognak. Vannak feliratkozók, még meg is élsz belőle. Nagyjából semmi teljesítmény nem kell nyújtanod, csak megfelelő nézettséget generálni, és meg tudsz belőle élni. A mai világban nagyon kevés értékből is lehet valaki. Isten viszont azt akarja, a legértékesebb emberek is tudjanak a legkisebbek lenni. Mi tudjuk megalázni magunkat, és ahogy növekszünk, ahogy erősödünk Krisztus kegyelmében, mindig őt emeljük fel. Akár fizikális módon erősödsz, testvérem, akár szellemi módon erősödünk, kell, hogy ezért mindig Krisztusnak adjuk a dicsőséget, mert ő az, aki mind az akarást, mind a munkálást kimunkálja bennünk, az ő jókedvéből. Ő az, aki miatt tudunk előre haladni. Ha van erőd, ha van tehetséged, ez csak azért van, mert Isten adta neked. Mert ő ilyennek alkotott meg téged. Egy autó csak olyan extrákkal van felszerelve, amit beleraknak a szerelők. Magától semmi extra nem fog kialakulni. Nincsen autós evolúció. Az autóban az van benne, amit beleraktak. Benned azok az ajándékok vannak, amelyeket az élő Isten beléd rakott. Azért, hogy ezekkel szolgálj. Azért, hogy ezekkel tud megáldani Istennek a népét. Maga fölépítésére szeretetben. Krisztus akarja, hogy az ő teste növekedjen, erősödjön, hogy a gyülekezet erősödjön. Hogy a gyülekezet tudja bemutatni Krisztust az embereknek. És tudjátok azt, hogy most alakul egy épületünk, és nem sokára kész lesz egy nagyszerű templomunk, ez sok ember számára azt jelenti, hogy végre a gyülekezet lett valaki. Számomra azt jelenti, hogy van egy hasznos eszközünk. De nagyon nagy baj, hogyha a ruha teszi az embert, ha a templom teszi a gyülekezetet. Lehet a legszebb templomunk a városban, a legnagyobb templomunk a városban, semmit nem érünk el vele, hogyha nem Krisztus lakik a mi szívünkben, és nem őt dicsőítjük el vele. Lehetnek a legjobb ajándékaink, testvére, még használnak is Isten országának, semmi hasznunk nincs belőle, ha magunknak adjuk a dicsőséget. Isten azt akar, hogy őt emeljük fel. Azt akar, hogy ő teljesedjen ki a mi életünkben. És hogy hogyan lehetünk szellemi emberek, erről akarok még egy néhány percben beszélni. 1, 2, 3, 4, 5 dolgot soroltam fel. Az első az, hogy ha szeretnék szellemi ember lenni, akkor kell, hogy a megtérésnek az útján járjunk. Kell, hogy Istennek az emberei tisztában legyenek azzal, hogy megtérés nélkül nem lehet Istenhez hozzájárulni. Nem lehet az, hogy a régi életemet is megtartom, de elkezdek egy újat is. A házasságnál is így van, hogy nem lehet az, hogy van egy régebbi felesége, meg van egy új is, ezt bigámiának hívják, és magyar törvények büntetik. Nem lehet két úrnak szolgálni, erről Jézus világosan beszél. Ha én akarok Istennek az útján járni, akkor csak ő lesz az én Uram. Kell, hogy megtérjek, és tudjátok, a megtérés erről is sokszor beszéltem már, kétféle módon is van. Van egy pontbeli esemény, illetve van egy folyamatos megtérés. A pontbeli esemény az, amikor az ember megváltozik a gondolkozásában, megfordul, és elindul egy másik irányba. Eddig mentem a pokol felé, most már megyek a mennyország felé. A másik megtérés pedig azt jelenti a görögben, hogy meggondolom magam. Újra és újra kell, hogy az ember jobb belátásra tudjon térni. Kell, hogy az ember tudja észrevenni magát, hogyha valami korrekcióra szükség van, és ezt tegye meg. És ez alapvetően szükség. Ha akarunk szellemi emberek lenni, ha akarunk Istennek az emberei lenni, kell, hogy korrigálhatóak legyünk. Kell, hogy az ő útján járjunk. Az Apcsel 17.30-ban azt olvassuk, hogy ennek a tudatlanságnak az idejét elnézve az Isten, azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Elnézi az a tudatlanság idejét, de amikor tisztában vagy azzal, hogy bűnös ember vagy, akkor kell, hogy megbánt ezeket a bűnöket. Kell, hogy elhagyd őket, hogy megszabadulj. És a második lépés az engedelmességnek a lépése. Az 1 János 5.2-ben azt olvassuk, abból ismerjük meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Ki az, aki már bemerítkezett a gyülekezetbe, nyújtsa már fel a kezét. És akkor azt tartsa fel, akinek fájt. Nem egy fájdalmas dolog. Nem egy megerőltető dolog egy bibliai igazságot betölteni. Azt mondja Istennek az igéje, hogy merítkezzünk meg. Felnőttként hozunk egy döntést, hogy Istent fogjuk követni. Mindenütt ez van leírva az új szövetségben. Sehol, semmilyen módon nem találkozunk a csecsemő keresztséggel. Isten azt akarja, hogy az emberek saját tudatuk által hozzanak egy igazi döntést, amely a szívüket is megváltoztatja. És azt mondja Jézus, amikor bemerítkezik, mit mond a keresztelő Jánosnak? Miért akarod bemerítkezni?
Mert így nyílt nekünk minden igazságot betölteni. Jézus számára egy engedelmességi cselekedet volt a bemerítkezés, és utána pedig az, csak ez egy dolog, hogy bemerítkezik az ember, de kell, hogy ha engedelmességbe járunk, akkor legyen egy hitvalló és engedelmes, egy hiteles életünk. Az emberek, amikor ránéznek, akkor lássák is azt, hogy mi hívők vagyunk. A döntéseink, a cselekedeteink, a beszédeink beszéljenek arról, hogy mi Krisztuséi vagyunk. Legyünk engedelmesek. Ha azt mondja a Krisztus, hogy ne lopjunk, akkor ne lopjunk. Ha azt mondja, hogy ne paráználkodjunk, akkor ne paráználkodjunk. Ha azt mondja, hogy ne tekintsünk azt, hogy a gonosz gondolatok okáért, akkor ezt ne tegyük meg. És ha ebben problémák van, akkor akarjunk ezen változtatni. És ne gondolkozzunk az, hogy hát a világi szinthez képest ez egyáltalán nem gond. Mert nem csinálok olyan nagy bűnöket. Nincsen kis bűn vagy nagy bűn. A bűn az megemész bennünket. Tönkretesz bennünket. Kell, hogy Istennek az emberei, Isten gyermekei engedelmességben járnak, mert erről mutathatik meg azt, hogy mi Krisztus gyermekei vagyunk. Akkor szeretjük Istent, ha engedelmesek vagyunk neki. Hiába mondom, hogy szeretem az Urat, éneklek, felemelem az ő nevét, hogyha az életem nem erről beszél. Ha nem tudom szeretni az én testvéreimet. Szintén János mondja ebben a levélben, ha a testvéredet, akit látsz, nem tudod szeretni. Hogyan szeretetik azt az Istent, aki nem jelen van ezen a Földön fizikális formában, nem látható? A láthatatlan Istent nem tudod szeretni, hogyha a te testvéredet nem szereted. És a testvéredet meg kell tudod úgy szeretni, ahogy saját magadat, ahogy táplálkozott az ember, egészség, általában egy ideális esetben nem ellensége a saját testének, a javát akarja. Isten is azt akarja, hogy egymásnak a javát akarjuk, hogy tudjunk növekedni és erősödni. A harmadik dolog, hogyha szeretnénk szellemi emberek lenni, akkor kell, hogy betöltekezzünk szent lélekkel. Nézhetjük az Ószövetségben, több különböző helyen is le van írva, amikor az emberek vágyták Istennek a lelkét, és Istennek a lelke betöltötte őket, és egészen megváltozott az életük. A tanítványoknak is azt mondta, hogy mielőtt elkezdenék a szolgálatot, maradjanak Jeruzsálemben addig, ameddig nem kapnak mennyi erőt. És amikor vesznek erőt, utána tudnak tanulni lenni Krisztusnak. Ha akarunk erővel és hatalommal szolgálni, akkor kell, hogy betöltekezzünk Szentlélekkel. Ez nem üdvösség kérdése, nem azok az emberek fognak csak a mennybe menni, akik betöltekeztek Szentlélekkel, ez egy tiéd tanítás. Viszont ha szeretnél növekedni, ha szeretnél erősödni, akkor ezt vágynod kell. Vágynod kell arra, hogy Krisztus betöltsön téged az ő szent lelkével, elküldöd erre az elhatározásra, és hogyha ez megvan benned, akkor be fogsz töltekezni, mert az van írva az igében, hogyha mi szent lelket kérünk tőle, mit fog ő nekünk adni? Az ő szent lelkét fogja adni. Mert mi az ő gyermekei vagyunk, nem kell félni, nem kell aggódnunk, hogy akkor most hú, valami imádkozok szent lelk keresztségét, és jön valami gonosz lélek, ami beelőzi az Urat. Ez nem így működik, testvérem, hogy én vágyom a szent lélekre, Isten szent lelke be fog engem tölteni, és ez nem a külsőségekben fog elsősorban megnyilvánulni, bár ezek is izgalmas dolgok. Amikor olvastuk az első szent lelkkeresztségekben, megmozdult a hely, lánynyelvek voltak, új nyelvekkel szóltak, csodálatos események történtek, ezt a történelem folyamán sokszor látjuk, de sosem ezek voltak a lényegek. Nem azért imádkoztak a testvérek, hogy kezdjen el már remegni az imaház. Hanem azért imádkoztak, hogy töltse be őket a Szentlélek, és lehet, hogy elkezdett remegni az imaház. Az emberek nem a lángnyelvekre vágytak a fejük fölött, hanem az élő Isten lelkére vágytak, és lehet, hogy lángnyelvek jelentek meg. De ezek csak külső kísérő jelenségek voltak, a lényeg mindig az élő Istennek a személyes megtapasztalása volt. És nekünk ezt vágyni kell, testvéreim. Ez nem olyan, hogy hát jó, kértem egyszer az Úr, nem adta meg, és ennyi. Ha például elkezdesz egy diétát, és a mai napot odaszállom a diétára, nagyon komolyan betartom, nem fog lefogyni tőle. Heteken, hónapokon keresztül kell nagyon pontosan betartani egy diétát ahhoz, hogy eredményre vezessen. És ha a fizikális testünkben így van, mennyire inkább így van, ami szellemi testünkben is, hogy nem úgy működik, hogy Uram, légy, add a szent lelket, nem adod, akkor így is, hogy el van intézve, élem tovább az életem, hanem van egy vágy bennem. Akarok lefogyni, teszek érte, és diétázok. Akarok betöltekezni Szentlélekkel, teszek érte, imádkozom, vágyom, kérem az Urat, olvasom Istennek az igét, hogy vajon miről akar itt beszélni Istennek az igéje. Így indult el a pünkösdi mozgalom. Emberek elkezdtek gondolkozni azon, hogy hogy lehet az, hogy ilyen jelek és csodák történtek az apostolok cselekedeteiben, és nézem a saját életem, nézem a gyülekezetünket, nem történnek ezek. Vajon miért van ez? És ahogy ezek az emberek olvasták az igét, imádkoztak, kiállt Istennek a szent lelke. Betöltötte őket. Egy néger félszemű rabszolga egy fészerben, egy istállóban, és elindult egy új gyülekezet, ami jelenleg a világ leghatalmasabb mozgalma. Sok százmillió ember tartozik hozzá, csak azért, mert Isten lelke elkezdett munkálkodni egyszerű embereken keresztül. Nem az, aki akarja, nem az, aki fut, hanem akinek az Ur adja.
És Isten azt akarja, hogy mi vágyjuk, éhezzük, keressük a Szentléleknek az ajándékait, hogy akarjuk szellemi emberek lenni. És ha megvan a Szentlélek keresztény ideg, nem a cél a lényeg, nem a cél az élmény, hanem a lényeg az, hogy változó jellemünk. Az, hogy formálódjon, alakuljon egyre inkább Krisztusivá, és ebben ezek az ajándékok tudnak bennünket segíteni. És még két dolog, amit szeretnék mondani, amikor betöltekezünk Szentlélekkel, ezeket Isten nem véletlenül adja. Azt olvassuk az igében, 1 Korintus 12:7, ebben a részben van írva, most olvastam fel, mindenkinek azonban haszonra adatik a lényeknek a kijelentése. Isten szeretné azt, hogy ez hasznunkra legyen, áldásunkra legyen, azok az ajándékok, amelyek feljönnek a gyülekezetben, épülési legyenek a gyülekezetnek, kiteljesedjen, növekedjen a gyülekezet, és olyan jó, hogy ezt nem egyedül kell tennünk, hanem Isten szent lelke segít nekünk, hogy valamiben erőtelenek vagyunk. A Róma 8:26 azt mondja, hasonlóképpen a lélek is segítségre van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi életünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Valahogy erőtlenek vagyunk, valahogy nem tudunk valamit megtenni, de Isten szent lelke az, aki vezet bennünket, aki megtart minket. És még egy fontos gondolat, az 1 Korintus 16:14 azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tudjátok, 12. rész után jön a 13. a szeretetről beszéltem már erről régebben is. Ha vágyjuk a szeretetnek az ajándékait, ha akarunk szellemi emberek lenni, nem tudjuk kikerülni a szeretetet. Nem tudjuk kikerülni azt, hogy Istennek a szeretete újra és újra megújul bennünk. Ahogy mondta az Efézusi gyülekezetnek is az Úr Jézus, ne hagyd el az első szeretetet, tér vissza oda, ahonnan kiestél. Kell, hogy Istennek a szeretete megújuljon bennünk, és nem mondjuk azt, hogy már ez egy régi kapcsolat. Átalakult a szeretet barátságá, meg jöttek ezek a mindenféle idétlen gondolatok. Isten azt akarja, hogy ne alakuljon át, hanem egyre erősebb legyen bennünk a szeretet. Egyre tüzesebb legyen bennünk a szeretet Isten iránt is, és az embertársaink iránt is. És ez nem működik Istennek a lelke nélkül. Isten lelke akar bennünket betölteni. Kell, hogy erre vágyunk. Kell, hogy ezt éhezzük testvéreim, hogy tudjunk növekedni, erősödni, és tudjunk áldásá lenni ennek a nemzetnek, ennek a világnak, vagy akár csak a saját családunknak is. Így kívánom nektek Isten áldását, testvéreim, hogy éhezzétek a szent lelket, akarjatok betöltekezni szent lélekkel, olvassátok Istennek az igéjét, imádkozzatok, és hiszem azt, hogy Isten lelke ki fog áradni közöttünk egyre intenzívebb módon. A jövő héten meg fogjuk ezt nézni, hogy hogyan, miként, lehet, hogy még ezzel az igével fogunk egy kicsit foglalkozni, hogy ugyanaz az Úr, de nagyon fontos, testvéreim, hogy akarjuk Istennek a lelkét vágyni, akarjuk betöltekezni szent lélekkel, ez ne egy opció legyen. Ne egy ilyen felesleges extra felszerelés legyen a számunkra, hanem egy nélkülözhetetlen fontosságú vágyunk legyen, hogy Isten betöltsön bennünket. Így kívánom Isten áldását az életetekre, és őrizzen meg benneteket. Amen. Amen.